Szökős Dániel dallal köszöntötte a kiállítás megnyitóra gyülekezőket augusztus 19-én az Ifjúsági Házban, ahol Gonda Bianca alkotásaiból láthattak egy válogatást. A fiatal tehetség képeit Pocsai Anna, az intézmény szakmai koordinátora a Petritelepi Általános Iskolában látta először, és egy tárlat ötletével kereste meg Biancát. Igyekszünk az Ifjúsági Házban minél több kiállítást szervezni, hogy helyi fiatalok bemutatkozhassanak. Bianca alkotásaira a Petritelepi Általános Iskolában lettem figyelmes. Felkerestem, hogy lenne kedve egy kiállításhoz, tetszett neki az ötlet, és így jött létre a mai kiállítás megnyitó. A megjelenteket Kőhalmi Máté köszöntötte, majd Gonda Bianca osztotta meg gondolatait a művészetről, s a lehetőségről, melyet most ezzel a kiállítással kapott. Nagyon sokat jelent nekem ez a lehetőség, amit szeretnék is megköszönni Annának, hogy felajánlott nekem. Számomra a művészet, nem is tudom igazán elmagyarázni, hogy mit jelent. Amióta az eszemet tudom, benne van a kezemben. Nagyon izgatott voltam az elején is. Ez egy nagyon nagy lehetőség szerintem, hogy ki is tűnhetek innen a lányból egy kicsit, hogy igen, nagyon nagy lehetőség, de én borzasztóan örültem. Mióta a továbbtanulás gondolatával kezdett foglalkozni, Bianca mindig érezte, hogy a művészeti pályán szeretne elindulni. Mióta tudom, hogy ezen az úton szeretnék járni, azóta álmom volt, hogy bekerüljek a Megyesi Ferenc gimnáziumba, ahova végül fel is vettek. A felkészítést szeretném megköszönni itteni tanáromnak, Beregszászi Tamásnak, aki ma sajnos nem tudott eljönni, illetve debreceni rajztanárhoz is, zsűrizett festőművészhez, Kovács Ferenchez is jártam, és neki is hálával tartozom a segítségért. Bianca édesanyja mindig óvó figyelemmel egyengette gyermeke útját, s bár tudta, hogy lánya örömmel tölti az idejét a papírral és a ceruzával, azt legmerészebb álmában sem gondolta, hogy Bianca ebben az irányban szeretne majd tovább tanulni. Ez ennyire talán egy jó éve teljesedett ki, tehát addig is elrajzolgatott, meg szeret, tehát ő neki egyébként is egy türelmes, nyugodt vérmérséklete van, és ő mindig szeretett így kézműveskedni, asztalnál elmolyolgatni, de hogy ennyire a grafika fele orientálódna, ez most egy éve. Én megmondom őszintén, ahogy ő is elmondta, álmomba nem gondoltam, hogy ő művészeti iskolába fog menni. Kértem is szak segítséget hozzá, tehát én Tamáshoz elmentem, megkérdeztem tőle, hogy ő is látja benne ezt, hogy érdemes ezen elindulni, és ő győzött meg elsősorban, és utána bementünk igen Debrecenbe egy, ugye, akit szintén mondott Kovács Ferenc festőművészhez, és ő is meggyőzött róla, hogy higgyen meg, hogy van a gyerekben annyi tehetség, hogy érdemes ebbe az iskolába jelentkezni. Gonda Bianca a Petritelepi Általános Iskolában végezte tanulmányait, ősztől a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskola diákja lesz festőszakon. Kedvenc technikája a porpasztel, a kiállításra is javarészt ilyen alkotásokból válogatott. Láthatunk képeket, amiket órán készítettem az iskolában, illetve amiket a felvételire való felkészülés közben készítettem, illetve amit a szakkörön készítettem, és amit otthon is, tehát elég sokféle. Ez lenne a kedvencem, nekem nagyon tetszik, szerintem jól sikerült, ezt is porpasztellel készítettem persze. Gonda Bianca élettel teli képei lelkének egy szeletét mutatják meg. Úgy érzi, rátalált arra az útra, melyben kiteljesedhet majd a jövőben. Ami ugyan még csak körvonalazódva látszik, de az bizonyos, hogy a művészet iránti elköteleződés határozza meg annak minden lépését. Túl konkrét céljaim a jövővel kapcsolatban még nincsenek. Azt tudom, hogy ezen a művészeti szakágon szeretnék tovább haladni, hogy például grafikus, esetleg festőművész leszek-e, az majd elválik, hogy melyikben érzem magam otthonosabban. Nagyon örülök neki.
és ez igazolta, hogy a gyerek nem hiába kardoskodott, hogy ő ezt szeretné csinálni, és hogy ezzel szeretne foglalkozni, tehát végtelen büszke vagyok. És innestől kezdve a háttér leszek, hogy ezt biztosítsam, hogy akkor ezt tudja csinálni. Gonda Bianca Feltörekvő Ambíciók című első önálló kiállítása szeptember 5-ig tekinthető meg az Ifjúsági Házban.